bő 3 hete választotta még a városi képviselőtestület Stevan Bakicsot Szabadka polgármesterévé. Stevan Bakics azóta a város prosperitásáról tartott beszédet a városnapi díszülésen, jobb sorsra érdemes szegény családokat látogatott meg. A megrongált Kosztolányi mászobor ügyében mulasztások miatt figyelmeztetésben részesítette munkatársait. Köszöntőt mondott a Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján, most pedig szerdánként fogadórákat tart a polgárok számára. Hogy politikai marketingről van egy szó, az nem a tudósító tisztje eldönteni. Az viszont konstatálható, hogy a polgári fogadóra teli találatnak tűnik. Iván Rómics, szabadkai nyugdíjas azért kérte, hogy fogadják a polgármesteri hivatalban, mert szerinte kulturált megoldást kell találni a gyászjelentések kijelzése ügyében. Szerinte a gyászjelentéseknek megfelelő helyeket kell kialakítani, nem pedig póznákra, villanykarókra ragasztani azokat. Meglepően szívélyes volt, mi több azt mondta, hogy kapok visszajelzést, ami nagyon meglepett. Számomra feledhetetlen élmény volt a meghallgatás és fogadtatás. Rengeteg probléma van, az anyagi gondoktól kezdve az olyan problémákig, amelyeket évtizedeken át nem tudtak valóra váltani a kommunális közművállalatok. Az egyik legnagyobb probléma, hogy még a szűkebb városközpontban is vannak olyan pontok, ahol nem épül ki a szennyvízzel vezető hálózat. Ezt orvosolni kell. A polgármester jövő szerdán is várja a polgárokat. Szükség esetén fordítót is biztosítanak azon magyar polgárok számára, akik rosszul beszélik a szerb nyelvet.